Az egyik szemük sír, a másik nevet, ezt mondták a Momentum mozgalom képviselői a döntés után arról, hogy nem visszavonják a pályázatot, az olimpiai pályázatot. Egyrészt ugye itt lett volna a lehetőség arra, hogy az emberek döntsenek az elköltött adóforintjaikról, másrészt viszont mégsem lesz olimpia, és azért ez egy fontos cél volt. Orosz Anna, a Momentum mozgalom vezetőségi tagja, a vendégünk. Párizs és Los Angeles ügynöke, vagy nem? Így van. Nagyon sok mindenkinek voltunk már az ügynökei, most éppen Párizs és Los Angeles-é vagyunk. De van friss, például önök az új SDS, az államgyilkos Momentum, az új SDS még koalícióra is készülhet az MSZP-vel. Igen, hát azt gondoljuk, hogy folyamatosan megpróbálnak minket felaggatni ilyen címkékkel, meg összemosni korábbi, meg jelenlegi pártokkal, és ezzel igazából csak a fontos kérdésekről vonjuk el a figyelmet. És visszatérve a felvezetőhöz, ténylegesen az egyik szemünk sír, és a másik szemünk nevet, mert úgy gondoljuk, hogy ez az egész folyamat, ahogy a kormány intézte az olimpiai pályázat visszavonását, ez nagyon szépen tükrözi azt, hogy egyébként mennyire nem érti, hogy az emberek egyszerűen több demokráciát szeretnének. Ugye se a pályázat leadása előtt, alatt nem kérdezte meg az embereket arról, hogy egyáltalán szeretnének-e 2024-ben Budapesten olimpiát, sem most, amikor elindítottuk az aláírási kezdeményezésünket, és a pályázatot is úgy mondták vissza, ami számunkra egy nagyon gyáva és alamuszi. Visszatérve erre a sír nevet kérdésre, tényleg most mi volt a fontosabb, mint ahogy sokan próbálják ezt önökre aggatni, hogy mindegy, csak ne legyen olimpia, és inkább az említett másik két város folytassa a versenytezőben, vagy pedig tényleg az lett volna fontos, ami miatt pedig sír a másik szemük, hogy hát most így nem lesz lehetőség hallani a népszavát, úgymond, tehát a konkrétan látni, hogy tényleg abból a több százer emberből, vagy esetleg milliós nagyságrendű emberből is, aki ebben a dologban érintett, pontosabban 1.380.000 budapesti választópolgára, igaz, ki hogy vélekedik. Igen. Hát mi azt gondoljuk, hogy a Momentumnak nyilvánvalóan az volt az álláspontja, hogy ne legyen olimpia Budapest után 2024-ben, mert egyszerűen féltjük ettől az óriási kihívást az országot, az óriási feladattól az országot, úgyhogy közben óriási költségekkel jár, borzasztó nagy a korrupciós kockázat, ezt rengetegen elmondták, és közben gyakorlatilag nincs olyan nemzetközi tanulmány, ami hitelt érdemlő tanulmány, ami nem mondaná el, hogy az olimpiák általában negatívra jönnek ki a végén, tehát veszteséget generálnak, csak nyerességet. És ezt nagyon fájóban elviselni rá, mint egy ilyen és ez nem, igen, és ez nem, nem Magyarországra van méretezve, másrésztről viszont borzasztóan fontos, hogy demokratikus körülmények között döntsünk egy olyan kérdésben is, mint például az olimpia, és nagyon szomorúak vagyunk, hogy így vonta vissza a pályázat a kormány, és azt gondoljuk, hogy elárulta azokat, akik például azért írták alá a kezdeményezésünket, hogy legyen olimpia, de döntsenek róla az emberek. Nézzük a folytatást azon túl, hogy kardozniuk kell most majd egy olyan kommunikációs térben, amiben nem akarnak belekerülni, és olyan rájuk önökre osztott szerepeket megpróbálni levetkőzni, amelyeket nem szeretnének fölvenni. Nézzük a folytatást, a lényeget, a stratégiájukat és a gondolatvilágukat pártként majd. Amíg együgyűek voltak mostanáig, a szó nemes értelmében, óriási sikerrel. A két szó, nem együgyűek. Igen, így van, természetesen. Ugye az együgyű egyébként ebből jön, csak aztán sajnos negatív értelmezést kapott. Az angol ügymény egy single issue, ugye vannak ilyen pártok. Addig ez egy érthető, tiszta, fekete-fehér ügy volt, mostantól jön a neheze. Országjárásba kezdenek. Mi a módszertan, mi lesz az eredménye az emberek meghallgatásának? Ugye sokat elmondják azt, hogy nem okoskodni akarnak, hanem hallgatni, de mi az eredménye majd annak, amit meghallgatnak? És jól értettük-e tegnap, hogy a 2018-at már elengedték, és már tulajdonképpen a 22-es választásra készülünk. Hát az országjárás az ugye nekünk már az olimpia, az olimpia kampány alatt is egy prioritás volt. Volt egy elkülönített csapatunk, ami ezen dolgozott, és ugye most a legelső cél, amit szeretnénk elérni, az az, hogy a következő 45 napban mind a 19 megyébe eljussunk, és beszélgessünk azokkal az emberekkel, akik hajlandóak meghaladni a jelenlegi idejét múlt politikai törésvonalakat. Ez toborzás is egyébként? Egy abszolút, persze. Igen, mert, mi várunk. Minden kerületbe akarnak majd választani. Azt a kerületbe jelöltet állítani, ehhez emberek kellene. Meg azt gondoljuk, hogy egy politikai párt csak akkor lehet hiteles és erős, hogyha az ország minden pontjáról vannak benne tagok. Hogy tervezik megtörni a félelmet, amellyel már önök is szembesültek, hogy emberek tartanak például önkormányzatokkal kapcsolatban a következményektől?
amit jelent például az önökkel való összefogás. Igen, hát azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, de például az olimpia kampány alatt is látszott, hogy azért ez sikerülhet, hiszen összegyűlt 266 ezer aláírás, annak ellenére, hogy nagyon sokan elmondták, hogy nem írhatják alá, mert államigazgatásban dolgoznak, vagy akár csak a rokonunk államigazgatásban dolgozik. És végül aláírták? Volt, aki igen, volt, aki ténylegesen annyira félt, hogy egyszerűen nem merte kifejezni a véleményét ilyen formán, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan súlyos demokrácia deficit, ami megengedhetetlen 2017-ben Európa szívében. Ha már a félelemnél tartunk, sokan félnek tartanak az ügynökakták nyilvánosságától is, ezen a következő zászlós hajuk, vagy vezető témájuk. Ez egyébként, vagy Paks? Igen, melyik a kettő közül? Most mind a kettőt lehetett olvasni. Igazából az ügynökakták az egy nagyon fontos kérdéskör, hiszen tudjuk, hogy amíg nincsenek ezek nyilvánosságra hozva, amíg ez az ügy nincsen tisztába téve, addig vezető pozícióban lévő emberek, politikusok, a politikai elit egyszerűen zsarolható, és nem tudhatjuk, hogy mit miért csinálnak. Éppen azért csinálják, azért döntenek egy ügy mellett, mert azt gondolják, hogy ez az ország javát szolgálja, vagy azért, mert valaki zsarolja őket közben. Azért az ügynök múlton túl ma már 20 évvel később az elmúlt korrupciós ügyekkel is zsarolhatóvá váltak sokan. Természetesen, igen. De azt gondoljuk, hogy egyszerűen a rendszerváltás méltó befejezéséhez, és egy egészséges múltfeldolgozáshoz, és egy egészséges pozitív nemzetkép kialakításához, nem ehhez az izzadság, szagú, gicses nemzeti büszkeséghez, amit a Fidesz hirdet, ez egyszerűen egy elengedhetetlen lépés. Csak hogy soroljuk, vagy fokozzuk még a vádak sorát, sokan azzal is vádolják önöket, hogy nem tudom, mi lett volna egyébként tényleg, hogyha nem lett volna az olimpia témája, hogy ezt a népszavazási aláírásgyűjtést csak egy dobbantó deszkának tekintették, ami egyébként sikeres is volt, ha ez volt a céljuk, hanem mármint, hogy az ismertség a miért politikai lett volna ez színpadra a való bekerülés érdekében. De mondjuk, ha nem lett volna ez, mi lett volna más? Mennyire volt meg, vagy van már meg a koncepciójuk, hogy milyen jövőképet festenek, milyen politikai pályát képzelnek el maguknak? Csak azért tisztázzuk, hogy nem MSZP, nem SZDSZ, vagy igen? Ahogy Orbán Viktornál szemléket? Nem, semmiképpen sem. Tehát ezt nagyon sokszor elmondtuk, és ez nagyon fontos alapértékünk, hogy a tagjaink között is vannak inkább baloldali, inkább jobboldali érzelmű emberek, és azt gondoljuk, hogy ezeket az értékeket össze kell tudni egyeztetni. Össze kell tudni egyeztetni a szolidaritást, a teljesítményelvűséget, és egy pozitív nemzetképet, amiben belefér az, hogy persze, hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, de legyenek büszkék a románok is arra, hogy románok, és ne hazaárulózzunk, meg hagyjuk abba ezeket a gyűlöletkeltő retorikákat, mert ez rendkívül káros. Két kritikát fogalmazott meg finoman, vagy két észrevételt, két különböző pártból ma két vendégem. Karácsony Gergő, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, valahogy úgy fogalmazott, hogy ő nem nagyon tudja, hogy a Momentum mit gondol a világról. Nyakó István, szocialista országgyűlési képviselő pedig úgy fogalmazott, hogy nem lehet egy pártnak olyat mondani, hogy 2018 megnyerhetetlen. Maximum olyat lehet mondani, hogy számunkra megnyerhetetlen, de nem lehet erről lemondani. Bocsánat, Lukács Zoltán mondta ezt. Igen, hát egyrészt az egy nagyon fontos cél, hogy 2018-ban a Fidesz kormány megbukjon. Tehát ezt tisztáztuk. Ez egy picit félre volt. Értem, ezt örülök, ezért akartam ezt tisztázni, igen. Mert ezt a média felkapta, de másképp, mint ahogy ezt gondolom értette. Igen. A másik kérdés pedig, ugye most jelentettük meg tegnap a honlapunkon az egészségügyről alkotott víziónkat, és mostantól folyamatosan fel fogjuk tölteni a honlapunkra az 5 ügy mentén kialakított víziónkat. Ezek célok, ez engem egy program, ez egy, ebben nagyon sok érték benne van már, és a programunkat majd az országjárás alatt szerzett tapasztalatokkal fogjuk kiegészíteni, mert egyszerűen azt gondoljuk, hogy tanulmányokat, az egy dolog, hogy elolvassuk a tanulmányokat, meg elolvassuk, hogy mit írtak a szakértők, de nagyon fontos, hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk és beszélgessünk az emberekről arról, hogy szerintük mik a problémák, vagy esetleg mik a sikerek, amik érdemesek arra, hogy átvegyenek, hogy mások átvegyenek más. Nincsenek ideológiai kötöttségek, úgymond, tehát nem igazak azok a feltételezések, amit a miniszterelnök vizionált már, mondjuk az SZDSZ-szel kapcsolatban, nem is tudom pontosan, mire alapította, de az azt sejtett, hogy egy liberális párt kívánnának lenni.
nem kívánunk, a liberalizmus egy fontos érték számunkra, de nem kívánjuk magunkat ezzel a címkével felaggatni. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sok olyan baloldali állampolgár, érzelmű állampolgár van ebben az országban, aki tökéletesen elégedetlen egy tisztességes és jól működő konzervatív kormánnyal, és fordítva, és egyszerűen nem ez a lényeg, mert olyan súlyos problémákkal kell megküzdenünk együtt, amihez félre kell tennünk most ezeket az ellentéteket. Amikor azt mondták, hogy az állam feladatait kell pótolnia a Momentumnak, és létre kell hoznia a cselekvés köreit, akkor mindkét részében a mondatnak mire gondoltak? Az egyik egy túlvállalás, a másik pedig a konkrétumok szintjén a polgári körökről tudtuk, hogy néznek ki, és sikeresen működtek. Milyen cselekvési köröket képzelnek el a gyakorlatban? Hát ugye az első kérdésre válaszolva látjuk, hogy például a civil szféra is gyakorlatilag kizárólag olyan feladatokat lát el, ami egyébként az állam feladata lenne. Töredékpénzből, és közben még mindenféle vegzálások közepette. Megzárjuk őket, igen. És a másik kérdésére pedig az a válasz, hogy mi szeretnénk olyan közösségeket létrehozni, olyan helyi közösségeket, nem mi fogjuk ezeket létrehozni, csak szeretnénk támogatást nyújtani. Inspirációt ebben. Nyújtani. Így van, ami egyszerűen segít abban, hogy a közösségek ugyanúgy, ahogy most az olimpia kampány alatt történt, megérezzék, hogy igenis dönthetnek a saját sorsukról, igenis van beleszólásuk abban, hogy mi történik a saját közösségeikben, igenis tudnak találni meg oldásokat a problémáikra, és hogy együtt képesek vagyunk egy jobb országot csinálni. Összefoglalva, ez a rendszerváltást befejezni című gondolat, ez jól jellemzi az önök elképzeléseit? Tehát a 26 évvel ezelőtt elkezdett, és nem teljesen befejezett rendszerváltást, hogy befejezzük? Ugye itt egy nyilatkozatban olvastam erről, hogy erőt szeretnének mutatni a nemzetet eláruló politikai elitnek. Igen, azt gondoljuk, hogy zsákutcában érezzük magunkat, nem csak mi, hanem nagyon sok honfitársunk, és nem érezzük úgy, hogy ez a rendszerváltás ez egy sikeres történet volt, és például az ügynökök kapcsán is látjuk, hogy itt még rengeteg elvarratlan szál van, úgyhogy igen. Köszönjük szépen, hogy egyetemű, igen, fejeztük be az interjút, Oroszlánnak, köszönjük szépen.